Megújult szupermarket a Pécsi belvárosban. Hivatalosan januárban adták át a beruházást. Az üzletet a teljesen magyar tulajdonú Mecsek Fűszér ZRT működteti. A Mecsek Fűszér Baranya megye legnagyobb kereskedelmi cége, de már az ország kereskedelmi életében is fontos szerepet tölt be az 50 milliárd forintot meghaladó árbevételével. 9 megyében vannak jelen a kiskereskedelmi egységeink, de szárazárú logisztikai egységet még Nyíregyházán is üzemeltetünk. Innen 200 nyírségi boltba szállítanak árut. A kiskereskedelemben 1500 embert foglalkoztatnak, több mint 500 dolgozót pedig más területen. A Mecsek Fűszért eredményei alapján második a baranyai top 100 vállalati ranglistáján. A megyei napilap és a helyi iparkamra gazdasági összesítőjét nemrég adták ki. A baranyai top 100 nem férne be, ugye, mondjuk Győr-Soproni Fejér megyébe, sokadik százba sem. Tehát nálunk a cégméretek azok jóval kisebbek, az átlagos cégméretek, mint fejlett térségekben. Itt inkább a 90% felett a mikro- és kisvállalkozási szektor az reprezentálja magát. Ennél fogva ugye ez a válság logikusan a kicsiket sújtotta leginkább, a nagyobb cégek azok könnyebben vették az akadályokat. Mondja az árbevételek alapján készült rangsorról a megyei iparkamara elnöke. A megye leszakadása folytatódni fog, mivel a nagyvállalatok száma alacsonyabb a fejlettebb régiókhoz viszonyítva. Ráadásul a külföldi tőke továbbra is elkerüli a térséget. Illúzió, hogy például a debrecenihez hasonló nagyiparági térség alakuljon ki Baranya megyében a közeljövőben. A fejlődéshez olyan infrastruktúrális beruházások is kellenek, amit a döntéshozóknál olyan lobbyerővel lehetne elérni, ami nincs meg a térségnek, véli az elnök.